A szolnoki rendőrkapitányságra érkezett bejelentés, miszerint egy helyi ingatlan tulajdonosa a reggeli órákban másfél órát volt távol, majd amikor hazaérkezett, azt tapasztalta, hogy a konyhaablak be van törve. A lakásban kutatás nyomait is felfedezte, illetve hogy onnan eltulajdonítottak 3 darab aranynyakláncot, 1 pár aranykarika fülbevalót, 5 darab aranygyűrűt és készpénzt, összesen 355 ezer forint értékben. A helyszínre érkező szolnoki rendőrök elemezték az ingatlanra felszerelt biztonsági kamera felvételeit, és megállapították, hogy a feltételezett elkövető 15 percet tartózkodott bent, majd távozott. A rendőrök személy ismeretüknek köszönhetően azonosították a felvételen szereplő férfit, akit elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a 36 éves szolnoki férfit lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgattak, őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.